az időben. Egészen a reneszánszig. És a reneszánsz újjászületés rengeteg dolog fölmerült, előzöttek, amit régi ókori emberek használtak, alkalmaztak. És reneszánszkori embereknek az időfelfogása és ezzel kapcsolatos dolgokról beszél következő adó cégkértéket. Még mielőtt belekezdenék a témánkba, az időfelfogás a reneszánsz művészetébe, néhány mondatban, illetve beszeretném vezetni azt, hogy végül is miért ez a téma. És főként itt nem igazán napozásban, hanem inkább a művészeti vonatkozásában. Ez például Joan Miró, Nő és a modern nap felkeltekor, illetve a következő kép pedig egy tipikus ilyen Mondrian kép. Amikor eszemléli az egyszerű ember, akkor azzal szembesül, hogy végül is ezeket a képeket nem értik meg. És egyszerűen nem igazán értékelik úgy, mint mondjuk a kortárs művészek, vagy művészettörténészek. Ez viszont az egy alapvető problémára vezethető vissza, mégpedig arra, hogy a közönség, a befogadó és a művész nem igazán egy nyelvet beszél, a kettőjük kommunikációja közt egy hatalmas szakadék van. Erre az első híradások már a 19. században jöttek létre, már akkor voltak, amikor is a művészetek meghasonlódtak önmagukkal, és kialakult egy magas művészet, ahol az új elméletek, új gondolatok, meg az új elveket részesítették előnyben, illetve egy népszerű, populáris művészet, ami főként a közönség igényeit elégítette ki. Viszont ennek az alapjai nem ekkor keresendő, hanem még vissza lehet menni egészen a reneszánsz korszakáig. Mutter Richard hívta fel a figyelmet arra, hogy végül is már a reneszánszban is megvolt ez a kettősség, ami napjainkban egy ilyen hatalmas szakadékot eredményezett, csak hogy úgy fogalmazott, hogy ez a két frakció, ez akkor még együttműködött. Például itt van Paolo Uccello, ki lényegében magas művészetet testesítette meg. Mutter Richard úgy fogalmaz, hogy ő volt egyfajta ilyen kutató művész, aki egy bizonyos problémára irányította rá a figyelmét, és ezt próbálta meg teljes mértékben feldolgozni az utókornak. Itt látható például, hogy Paolo Uccello főként a perspektívával foglalkozott, és itt látszik az, hogy végül is ezek teljesen ilyen mérteni pontossággal szinte megszerkesztett. Annak ellenére, hogy egy csata illetve egy csatát ábrázol, meglehetősen mérteni pontosságból. Illetve egy másik képe, ez a Szent György és a sárkány, itt is a film meglehetősen geometrikus. Ezzel szemben voltak a népszerűsítők, kik ezeket a kutatási eredményeket széles körben elterjesztették. Ilyen volt például Piero della Francesca, ki már nagyon szépen alkalmazta a perspektívát, viszont nem ez volt a központi kérdése. Ennek a képnek címe Krisztus ostorozása, ami a háttérben zajlik. És Botticelli kitaszítottja is egy ilyen volt. Ezért választottam a reneszánszt, és miért pont az időfelfogást? Hát az előző előadók is bebizonyították azt, hogy végül is az ember és az idő kapcsolata mindig egy központi kérdést foglalt el, és az embert azt mindig érdekelte, hogy hogyan viszonyul az időhöz. És viszont az időhöz mindenkorban máshogy viszonyultak. Például a középkorban kétfajta időfelfogás uralkodott egymás mellett, az helyileg némiképp különbözött. Volt egyfajta ciklikus felfogás, ez főként a falusi népeknél, illetve a vidéken volt jellemző, hogy napnak után évre év következett, és egyszerűen nem volt semmilyen lineáris keret, hanem csak annyi, hogy éltek és csinálták a napi rutint. Egyébként ennek mérésére például a napóra az kiválóan alkalmas volt, hogyha nem szabtak maguknak határidőket.
A másik időfelfogás az pedig az udvarokban volt jelen, és az főként az egyház terjesztette el, hiszen az egyházi dogmában az időnek volt kezdete, a teremtés, és lesz vége, a beteljesülés, azaz az apokalipszis. És végül is ez egy ilyen lineáris keretet adott, aminek van kezdete, van végpontja, és egyszerűen fejlődik teljes mértékig a kiteljesedés felé, a beteljesülés felé. Ennek a központjában viszont nem az egyes ember áll, hanem maga az egyház. A reneszánszban viszont ez alapvetően megváltozott, teljesen új szellemi felfrissülést hozott az egészbe, és ott megjelent az egyes ember is, mint aki mérni akarja az időt. Ez főként a kereskedőknek köszönhető, mivel ők szabtak már határidőket, illetve próbálták meg betáblázni a napjaikat, hogy végül is így boldoguljanak jobban a kereskedelmi életben. Ez a velencei Szent Mártin lévő csillagászati óra, ezt csak bemutatom, illetve korábban már esett szó a prágai orlóiról. Ezeket azért mutatom be, mert ezekben az időkben egyre nagyobb igény volt az ilyen városi óratornyokra, és szinte 100 év alatt rengeteg ilyen készült. Szinte elkezdtek versenyezni egymással a városok. Itt egy közelebbi kép. Illetve az embernek meg volt az igénye arra, hogy ha kereskedő volt, akkor az úton is tudja mérni az órát, és lekicsinyítették, ez például a Nürnbergi tojás. Illetve ilyen volt az Orpheus óra is. Egy magyar példával éljek, Báthory Zsigmondnak is volt már ilyen órája, ez becsukva, ez pedig kinyitva. És témám szempontjából az első ilyen jelentősebb ábrázolás az Paolo Uccellónak óraszámnak 4 szente, ez egy templomban van elhelyezve, itt van egy ilyen közelebbi kép. Ez azért fontos, mert itt lényegében az középkorban jelenlévő 2 időszemlélet fonódott össze ebben az egy alkotásban. Lényegében maga az óraszámnak jeleníti meg a ciklikus körforgást, ami mindig ugyanazon a vonalon megy, mindig ismétli önmagát, illetve maga a keret, az pedig az egyházi időt foglalja magában. Rá is világítok, hogy miért. 4 apostol található 4 szélén, 4 evangélista, és hát ők jelen voltak akkor, amikor Jézus született, amit egy csillag jelölt, a betlehemi csillag, ez itt középen látható, illetve a Jánosi jelenések könyvében is ott van a Krisztus trónja mellett, mint a 4 élőlény. És magát az apokalipszis is egy ilyen csillagulás jelzi. Ez mindenképpen azt jelenti, hogy ez a ciklikus körkörös időfelfogás, ez benne van ebben az órában, viszont közre fogja az egyház ideje, ez a lineáris idő. Tehát én úgy képzelem el, mint egy rugót, ami végül is spirálisan egymás után követi magát, viszont van eleje és van vége. Az óraszámnappal kapcsolatban meglehetősen szokatlan az ábrázolás, hiszen nem alulról szokták kezdeni, viszont itt még nem volt ilyen egyezményes ábrázolása, így lent Olaszországban 24 órára osztották fel, északon jellemző volt a 12 órás felosztás, illetve itt egy érdekes példa, hogy igaz 12 órára osztották fel, viszont 2-szer. Tehát nem volt egyezményes ábrázolása. A következő kép az Hans Holbeinnek a Követek című képe. Magáról a képről most annyit nem mondok, mivel volt már egy korábbi előadás erről a képről. Én csak témám szempontjából mutatom be, hogy például itt a csillagászati mérőeszközök egy bizonyos dátumra utalnak, 1533. április 11-e, az pedig egy húsvéti nap volt. Itt mindenképpen utalás van a ciklikus időre, hiszen ez a húsvét misztériuma, Krisztus feltámadása, és ez minden évben ismétlődik, akár az anya természet. Tavaszára ünnepként is fel lehet fogni. Emellett, a ciklikus idő mellett megjelenik itt a Memento Mori, ez az emlékezz a halálra, halálszimbólumokkal tarkítva, például csak 2 említve, hogy például az elpendült húr, illetve maga a koponya, mert ez egy ilyen megszerkesztett koponya.
az egyházi időt pedig maga a padlózat viseli, ugyanis ez konkrétan a Westminster apátságnak a padlózata. Sokan sokféleképpen értelmezték ezt a koponyát, és én egyfajta árnyékvetőnek fognám fel, habár sokan azt mondják, hogy ez egy kicsit nem feleltethető meg annak. Viszont én úgy gondolom, hogy ez nem egy konkrétan vett árnyékvető, hanem lényegében a ciklikus időre, illetve az egyes ember halálára, illetve magára az egyház idejére vet egyfajta árnyékot, ami jelzi a világ végét, a világ beteljesedését. A dogmatika szempontjából egyfajta parózia várást, az apokalipszis várását vezeti be, illetve emlékezteti az ember. És lényegében itt is az van, hogy az apokalipszis el fog jönni. Tehát ezt, gondolom ezt akarta kifejezni, illetve hogy mennyi fajta időfelfogás tükröződik egy képen belül. A következő kép az Lorenzo Lottónak az angyali üdvözlete. Meglehetősen szokatlan ábrázolás, de most nem térnék ki, inkább kiemelném a kép közepén lévő homokórát. Az időmérő eszközök főként a reneszánszban szimbólumokká váltak, így a homokóra is. Főként a pontosság, a fegyelem, meg a racionalitás jelképévé, hiszen a kereskedők ezek által dolgoztak. A homokóra viszont ennél többet is mutatott, ugyanis alakjánál fogva a felső része az az égi szférát képviselte, az alsó rész az alvilágot, a kettő között pedig maga a föld volt, a földi lét. Így tehát egyfajta kapcsolatot, égi kapcsolatot is jelképezett. Ebben a környezetben viszont teljesen érthető, hogy akkor ide középre elhelyezte ezt a homokórát, hiszen itt van Szűz Mária, itt van az angyal, aki hozza a hírt, illetve maga az Úristen, és így egyfajta kapcsolatot is teremt az égiekkel. Egy másik képen is hasonló helyzetben szerepel a Napóla, ez Vittore Carpaccionak a Szent Úrszula álma. Itt a kis asztalon található meg az óra, mint egy ilyen mellékes használati eszköz. Szent Úrszula alszik, és egy álmában megjelenik neki az angyal, itt is ezt az égi kapcsolatot szimbolizálja. A következő, szintén egy Vittore Carpaccio kép, ez Szent Augustin látomása. Itt azonban már egy plusz jelentést is hordoz a homokóra, hiszen itt, mint a környezetből kiderül, itt rengeteg ilyen időmérő eszköz, illetve csillagászati műszer van, rengeteg könyv, illetve írás a falon, meg hasonlók, és a homokóra pedig itt van, tehát elrejtve, vagy kevéssé elrejtve az polcának ebben a részében. És lényegében itt egy olyan plusz töltetet is ad az egésznek, hogy amellett, hogy egy égi kapcsolatot jelez, hiszen most éppen látomása van Szent Ágostonnak, emellett egy a tudós embernek a jelképé is válik. Többek közt a homokórát meg szokták az ékesszólás allegóriájaként is ismerni, és azt tipikusan úgy szokták ábrázolni, hogy homokóra mellette egy könyv. Későbbiekben azonban megváltozik a homokóra jelentése, illetve még egy jelentést kap, ami mindig benne volt, az pedig maga a halál, hogy a pergőidő az egyszerűen elpusztítja magát az embert, illetve mindenféle alkotását. Ez Albrecht Dürernek a képe. A reneszánszban ez egy Szaturnusz ábrázolás. A reneszánsz az lényegében sokan úgy vélik, hogy azért alakult ki, mert Konstantinápolyt megtámadta az iszlám, és lényegében az összes ilyen antik irat, amit ott gyűjtöttek, az egyszerűen hirtelen átkerült egész Európába, illetve főként az Olaszországba. És akkor szinte robbanásszerűen egy új antik kultúra fejlődött ki, teljes pompájában. Erre például bizonyíték az, hogy Szaturnusz szinte teljes dicsőségében ábrázolják, a jól ismert jelképeivel, itt van a sarló, illetve hát a igen, a falosza, amit későbbiekben a mitológiánál megcsonkítottak, viszont magához az eredeti Szaturnuszhoz ez hozzájárt, hiszen ő termékenység isten volt, a kasza is ezt jelképezi. Ő volt az örökkévaló időnek az ura, ma ő volt maga az idő, az örökkévaló örökkön mozgó, hiszen az aratás sarlója az folyamatosan ismétlődött.
Egyébként ez valószínűleg egy ilyen szaturália ünnep, amit... Sok hölgy nézünk. Igen, hát ez a misztériumához hozzátartozott. Viszont a középkor utána visszavette magának ezt az egészet, és például a kolozsvári Szaturnusznál is látható, hogy egy kicsit másképp értelmezték utána Szaturnuszt, az idők atyát, és egyfajta pusztító titulust is hozzáadtak. Itt a kasza már egyfajta fegyverként is felfogható, illetve a mitológiában jól ismert történet, hogy felfalja a gyermekeit itt. Meg itt ezt ábrázolja. Viszont ennek van egy mélyebb értelme is, hogy maga az idő, Szaturnusz, felfalja a saját gyermekei a napokat. Hétfőt, keddet, szerdát, és így gyarapszik folyamatosan. És lényegében akkor ez most nem egy istenség, hanem lényegében ez a Szaturnusz gyermeke a nap. Egy nap. Ez az ábrázolás meglehetősen népszerű volt, itt egy ilyen domborműnban, illetve Szaturnusz gyermekeinek szokták hívni a melankolikusokat is, hiszen magát a melankóliának a csillagjegyét a Szaturnuszként szokták meghatározni. És a kettőnek az ábrázolása meglehetősen egyé vált. Tehát, hogyha a Szaturnuszt negatívan ítélték meg, akkor a melankolikusokat is negatívan értékelték. Például kezdetben, középkorban úgy fejezték ki, hogy ő egy hamis szürke férfi, ki teljesen mértékben fölösleges dolgokkal foglalkozik, és egyszerűen csak él a világban, semmi hasznos dolgot nem készít. Ez az ábrázolás azonban egy későbbi ábrázolás, ez egy olyan könyvből való, ami meghatározta ezt az egész ikonológiát, és itt például úgy szokták ábrázolni, hogy még mindig hamis szürke férfi egy könyvet tart, remete rigóval a fején, illetve egy üres szütyővel. Természetesen a remete rigó az a magányosságot jelképezi, amit egyébként a száját elfedő kendő is sugall. Az többek közt azt is jelenti, hogy a melankolikusban uralkodó csendet, a magányra vágyását, illetve a hallgat a természetét. Maga a könyv az mindenképpen azt fejezi ki, hogy a tudományok odaadó híve, az üres erszény pedig az, hogy a földi dolgokkal, az aktuális napi dolgokkal egyáltalán nem foglalkozott. Hogy nem egyedülálló ez az ábrázolás, hoztam még egy példát, azonban ez az ábrázolás változott. Maga a melankolikusoknak a megítélése teljes mértékben változott Dürernek a melankolikus színű képével, illetve részmetszetével. Itt a melankolikus, ez az angyal lenne, aki itt már egy olyan minősítésben jelenik meg, mint egy meg nem értett zseni, ki olyan dolgokkal foglalkozik, mely nem e világra való, illetve több, mint ami ez a világ. Ezt jelképezi a homokóra, hogy ilyen égi kapcsolatot teremt magának, illetve maga a létra is. Ez sugallja. A köp, illetve a gömb az a tökéletesség szimbóluma, illetve a kutya pedig a reményé, a jövőbe vetett hit reményé. Csak hogy néhány szimbólumot itt megemlítsek. Illetve felhívnám a figyelmet még erre a bűvös négyzetre. Ez általában Szaturnusznak a, nem Szaturnusznak, Jupiternek volt a jelképe, aki főként az ésszel, értelemmel hoztak mindig kapcsolatba, és érdekes módon ő volt az egyetlen, aki le tudta győzni a Szaturnuszt. És lényegében itt egyszer megjelenik Szaturnusz, mint melankolikus, itt pedig Jupiter, mint aki őt egyedül le tudta győzni. Hogy ez az ábrázolás megint csak nem egyedülálló, erre hoztam egy példát, ez egy német Hans Sebastian Graham, itt is itt van a homokóra, illetve különböző mérőeszközök, hogy azért tudományok tényleg odaadó híve volt. Lukasz Rana is hasonló szellemben festette meg két melankólia képét, ez az egyik, illetve ez a másik. Az időt viszont máshogy is meg tudták jeleníteni a reneszánszban, a termékeny pillanatot, termékeny pillanat megragadásával. Itt például ez Sandro Botticellinek Pallas Athéné és a Kentaur. Ez azért egy termékeny pillanat, mert sokan nem ismerik ezt a történetet, és akkor sem ismerték. Viszont nem biztos, hogy a kép megértéséhez ez szükség volt, hiszen magát a két szereplő közti kapcsolatot egyszerűen eltáncoltatták velük.
Tehát konkrétan ez a két mozdulat, ami itt jelen van, ez tánclépés, ez egy páros táncnak a két lépése, ami egy pillanatot ábrázol, gondolom a legkifejezőbbet. Az érdekesség az, hogy a reneszánsz korban a tánc félig a színháznak egy ilyen átmenete volt, hogy nem csak egyszerűen táncoltak, hanem egy történetet is elmeséltek, illetve félig meddig színház is volt. Ezért volt olyan kötött, ezért volt olyan merev az egész tánc stílusuk. Itt természetesen az van, hogy itt Pallas Athénia az értelem, a kentaur pedig a barbárság, illetve az ösztönök alávetik magukat az értelemnek. Az időt ezen kívül egy meglehetősen régi módszerre máshogy is ábrázolták, ez pedig amikor egy esemény egymás mögé rakta. És itt például ugyancsak Sandro Botticelli-től, ez jelenetek Mózes életéből. Egyszer itt van Mózes, kétszer, háromszor, és még számtalanszor. Szinte mindenhol ott van Mózes. Ez nem azt jelenti, hogy Mózes és testvérei, hanem azt, hogy időben így halad a történet. És ez egy ilyen képregényszerű ábrázolás, viszont magukat a képrészeket nem választotta el egymástól. Így lényegében egy térben két darab idősíkot különböztet meg. És így próbálta meg egy egységbe foglalni ezt az egészet. Végezetül még felhívnám a figyelmet egy olyanra, hogy a reneszánsz ember számára az idő mennyire fontos volt, hogy például a Brancacci kápolnáról van egy olyan közkeletű szólás, hogy délelőtt 11 órakor érdemes megnézni. Azért is, mert magán a festményen nem egy ilyen a festményen lévő fényforrás használt, hanem valós fényforrás. Tehát, hogyha mondjuk a templom a kápolnában lévő ablak az mondjuk hátulról sütött, akkor úgy festette meg az alakokat, mintha onnan sütne a nap. Tehát valós fényforrást használt föl ehhez az egészhez. És lényegében ezzel mindezt akartam bemutatni, hogy a reneszánsz időben lényegében volt egy ilyen változás, hogy főként az egyén került az egyház helyébe, és ő volt a legfontosabb. Átvette az egyház szemét, és ez vezetett oda, hogy manapság már szinte másodpercre betartjuk az időnket. Hát most ez így kell is, és sikerült. Köszönöm a figyelmet!